Mindenkinek sziasztok, srácok, én Dani vagyok, és itt vagyunk egy következő videóval, és most nem más lesz, mint kist fogjuk bezárni a titkos szuper börtönbe, ugyanis elmondom nektek a hosszú sztorit, megpróbálom röviden. Nyitva hagytam a kaput otthon, és bizony elszökött otthonról. Szóval most el kéne érte menni, és bezárni ebbe a kis börtönbe, de nem lesz itt örökre, tehát nehogy azt higgyétek, hogy én most ilyen gonosz vagyok, és most be fogom ide zárni. Egyenlőre most bezárom ide egy kis ideig, hogy aztán majd ugye visszajöjjek majd, és ugye majd el tudjam őt hazavinni, csak az eléggé messze lakok innen, és eléggé messze szökött, szóval ja, majd valahogy vissza kell őt majd juttatnunk szépen, de egyenlőre addig majd itt fog szépen maradni, majd lesz neki itt kajája meg minden, de majd azt majd még dobálunk be neki. És ja, szerintem akkor kezdjük is el, gyors kéne keresni valami fát, és majd igen, majd az iránytű irányába kell menni. Mondjuk én szerintem elindulok akkor ebbe az irányba addig, vagy ne? Mindegy, elindulok ebbe az irányba, úgyis ott lesz egy fa, az gyors kivágjuk. És csinálok mondjuk, kéne csinálni egyáltalán? És nem, szerintem most nem kell csinálni facucokat, srácok, mert fura. Felesleges, szóval akkor én így el fogok szépen indulni, még gyors így elrendezgetem a cuccokat. Szóval ja, igazából tényleg nem kell itt írogatni a kommentbe olyanokat, hogy ne zárd be, meg hogy szegény kis, meg mit tudom én. Kiszökött otthonról, addig be kell ide zárnom, hogy el tudjak majd hazamenni, és majd visszajövünk, és majd vissza tudjuk vinni úgymond a lakásba, csak hát így nem tudom, eléggé messze van, és tényleg most így szép lassan azért eléggé nehéz lenne őt oda azért eljutatni. Szóval, ja, na, menjünk is tovább, és ott van valami. Azt én látom, csak ott egy ház. Az a ház lesz az, oda szakadtál, hogy csinált kis egy ilyen házat, halljátok, hát Mikki nem derülnek róla, hogy ő tud egy házat építeni. És ezt én miért nem tudtam egyáltalán. Igen, biztos, hogy ott lesz az szerintem. Jó, oké, felmegyünk, nem tudom, hogy mit csinál, kíváncsiuk, hogy egyetlen mit csinál, tehát elősőnek meg fogjuk lesni, hogy vajon ő ott tényleg ott van-e, elsősorban ki kéne deríteni, hogy tényleg ott van-e, hogyha ott van, meg kéne lesni, hogy ő mit csinál egyáltalán, és hogyha megvan, hogy mit csinál, akkor meg majd valahogy majd ki kéne deríteni, hogy hogyan törjünk rá, úgyhogy ne szaladjon el még jobban. Szóval, ja, ott van, az ott ő az? Nem tudom, na várjatok, felépítek így ide így a ház tetér, és megpróbálom kiütni így fenn a izét, ő lesz az ott a neve. Na várjatok, aha, igen. Jó, közben valaki hívogat engem messengeren, bocsi srácok. Ő lesz az, észrevett? Szerintem, aha, biztos észrevett. Ki is, hello? Ja, nem? Alszik? Szerintem, alszik, bocsi. Nem zavartam, jó. Mondjuk fel kéne kelteni, hát nem jössz, hogy nem zavarjuk. Itt egy kis izé vizecskéje, de aranyos. Ki is, hello, ki is, ki is, szia, ki is. Kis, 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 na, térj magadhoz, kis, 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 térj magadhoz, kis, most mi, itt vagyok, szia, tudod, hogy ki vagyok, szia, én vagyok Dani, na, szia, hiányoztam, igen, jó, miért szöktél el, elsősorban mondd el, hogy miért szöktél el, kis, most haragszom rád, nem tudom, tehát, hogy nincs benned annyi izé, hogy ne szökj el, vagy tudod, tehát, hogy oké, hogy kutyából, vagyis általában a kutyák sokszor szoktak olyat csinálni, hogy mert buta, igen, voltál, hát de ki is, most oké, hogy nem csuktam be a kaput, de hogyha nem csukom be a kaput, akkor neked feltétlenül el kell menned szaladgálni, és persze, hogy el kell menned, de amúgy gratulálok, meg fel tudtál építeni egy ilyen izét, egy ilyen kis, hát nem, mi nem, ez nem te csináltad, nem én csináltam, nem én csináltam, akkor ezt csak találtad így, hanem úgy, igen, találtam. Aha, jó, rendben van, hát kis, igazából tök mindegy, most el kéne szépen kezdeni visszamenni akkor a kis börtön, jössz? Kis, gyere szépen, úgy van, gyere. Csak az a gond, hogy tényleg nincs nálam semmi póráz meg ilyenek, szóval nagyon ajánlom, hogy ne kezdj el szögdösni össze-vissza fele, mert akkor bizony haragudni fogok rád, ugye, oké, azt hittem, hogy elkezdett menni össze-vissza, kövess engem, kövess a gazdidat, legyen szépen okos kutyus, és errefele kéne azt hiszem visszamenni, és remélem, hogy akkor vissza is tudunk. Jó, hova tűnt? Nem hiszem el! Ki is? Te, aj, édes Istenem, miért kell szívat? Ki is? Szia! Ki is? Állj meg, úgy van, szépen néz, kaja? Kaja, kajáljunk akkor mind a ketten, na, nem kell? Nem, én nem kell, hát jó, mindegy, hát akkor nem kapsz, jó. Na, ki is, kövess engem, úgy van, szépen kövess, most lehet, hogy haragszik rám, mert hogy hazaviszem, de hát kis, te nem maradhatsz itt örökre. Ezt te is tudod, szóval muszáj lesz visszavinni csont. Nincs nálam csont, kis.
Nincs államcsont. Sajnálom. Most tényleg bocs, de ha találok majd egy Skeletont, akkor ígérem, hogy odaadom neked a csontját, jó? Az remélem, hogy meg fog felelni neked. De azért ne várjál olyan dolgokat, amiket nem tudok neked most bocsi megadni majd. Majd ha hazérünk, majd akkor kasz csontot, jó? Majd akkor majd ígérem, hogy oda fogom neked adni. Na, hova ment? Most mit csinálsz, kis? Most itt csak nézelődsz, vagy jó, most elkezd megint menekülni. Kis! Nem már, kis! Gyere már! Jó, mindegy, arrafele-fele nem futhatsz, arra van a börtön. Igen, arra van a börtön, vagyis hát nem börtön. Zárka, jó? Hívjuk menedéknek, jó? A házikó, ilyen kis pillanatnyilagos menedék. Na, gyere szépen! Úgy van, ügyes vagy. Jaj, vigyük szépen vissza, srácok, végre a kutyánkat. Akkor a házikóba, azt hiszem, hogy ezen a hegyen volt fent. Itt van fenn ezen a hegyen, vagy arrébb volt? Nem, arrébb van. Azon a hegyen van? Na, várj. Hova tűnt megint? Ott van lent. Nem hiszem el. Ki is? Ezzel nem érsz el semmit. Ezzel csak azt éred el, hogy büntetést fogsz kapni. Gyere erre. Erre gyere. Úgy van, na. Nem tudom, hogy tényleg merre van a börtön, de megnézzük akkor így erre. Vagy nem börtön, mindegy. Na, pillanatlagos zárka, ahol kis lesz egy kis ideig. Igen, ott van. Na, hol vagy? Itt vagy, gyere szépen. Na, kis, meg kell itt várnod, és majd, tényleg majd, most megint ezt kell csinálni. Jaj, iszik vizet. Nyugodtan, tényleg, sok, hajrá. Jó, ennyi, meg vagy? Friss vagy meg minden? Nagyon jó, oké, jó, rendben, hát akkor gyere. Szépen, és akkor srácok, ide fogjuk őt bezárni, addig, amíg nem fog tudni visszatérni, és akkor majd visszajövünk, és mi a Leventei barlangban, nem hiszem el. Nem hiszem, gyere, ki is. Szia, nem tudsz feljutni, na várjál. Ó, oké, én is le, most már tovább megy. Ó, Istenem, meddig szaladgál még ő össze-vissza, kis. Gyere be a zárkádba. Menjél be szépen, jó, oké. Na, bemész? Nem? Igen? Nem? Igen? Na, menjél. Nem akarlak tényleg bántani. Na, ügyes vagy. Nem zárom rád egyből. Nyugodtan még. Várj, dobok be neked kaját. De most ez komoly kis. Na, azért mondom. Na, úgy van. Szépen legyél itt. Na, várj, adok neked tényleg kaját. Így is van. Ezt mindet szépen megtartatod. És adok neked mondjuk egy lépcsőt, meg egy ilyet, hogy addig bedísz is szépen az ilyen idézőleges, nem tudom milyen csatornádat. És hát nem tudom, hogy mondjuk esetleg csontot tudunk-e találni addig kisnek, vagy valamit legalább, hogy addig mégiscsak ne unatkozzon. Nem tudom, hogy itt lesznek-e skeletonok, nem lesznek? Hát itt nagyon nincsenek skeletonok. Valamit akarok neki adni, srácok, amivel el tud játszani, amíg nem vagyunk itt. Szerintek mi lenne erre a legjobb? Hozzak neki egy virágot. Nem tudom, szereti a virágot, vajon egy kutya? Nem tudom. Szia, itt vagy? Ó, már be is rendezte ide a lakását. Mit adjon? Ó, ott vannak virágok. Na, kis, akkor lesz egy kis virágod is, gyere! Nagyon jó. Na, várjál, visszamegyek. Jó, oké, megyünk is vissza, és akkor ezt a virágot még odaadjuk kisnek. Gyere kis, gyere, ezzel, de most komolyan kiszök. Istenem, kis, oda, szépen be. Most amúgy itt, várjál, kiütött oda, nem játszunk ilyet, itt marad szépen. Na, azaz, oda díszíts be magadnak, itt a virágot, tessék. És ja, igazából körülbelül ennyi. Nagyon örültem, kis, és majd mindjárt majd vissza is jövök, csak el kéne köszönöm a videóból. Na, srácok! Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok ennél a videónál. Ugye tudjátok, hogy 2 perc alatt kezdődik ugye a nagy csatornám is a premier, szóval ott találkozunk kb. 2 perc múlva. Ugye csekkoljátok le ugyanakkor a nagy csatornámat is, iratkozzatok fel a csatornára, nyomjátok meg a csengőt. És ja, tényleg köszönjük szépen, srácok, hogy itt voltatok. A következő My Show-n ugye ott leszünk Budapesten, az is egy nagyon fontos hír. Szóval ja, találkozunk legközelebb még egyszer, és igazából, ja, körülbelül így ennyi. Tényleg, sziasztok! Na, sziasztok srácok, én Dani vagyok, és most ebben a kis rövidke bemutatóban beszeretném nektek mutatni az új Mindside-os termékeket, amiket az MC Shop-ban tudtok megtalálni. Igen, tudom, nagyon gyorsan beszélek, de ezt a videót gyorsan kell csinálni. Szóval srácok, bekerültek az új Mindside-os termékek az MC Shop-ba, most már tudtok venni Mindside-os egérpadot, pulóvert, oldalsávas pulót szerintem ideig is tudtok már Mindside-os bögrét is venni, és különféle táskákat. Szerintem nagyon király, hogyha esetleg szeretnétek venni, akkor mindenféleképpen tegyétek meg. Most már nekünk is vannak ilyen termékeink, és a MyShow-kon, PlayIT-kon és mindenhol is ugyanilyen
cuccokban leszünk, tehát pólóban meg pulcsikban, ilyenekben fogtok minket megtalálni, és hogyha ilyenekben lesztek ti is, akkor könnyebben tudunk majd veletek találkozni, és könnyebben tudunk titeket észrevenni, meg ilyenek, és ezzel is lehet ugye, ugyanúgy minket támogatni. Link a leírásban, mindenféleképpen nézzétek.